A hagyományokhoz híven idén 24. alkalommal rendezte meg a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a Csenki Sándor Roma Mesemondó verseny döntőjét december 3-án. A gyerekek Püspökladányon kívül a társult településekről érkeztek a megmérettetésre. A cigány kultúra a magyar kultúra részévé vált, mely hatalmas értéket jelent a társadalom számára, amit meg kell mutatni, mondta el Karacs Angelika, az intézmény vezetője. Amikor 24 évvel ezelőtt megszületett az az ötlet, hogy csináljunk egy roma mesemondó versenyt, ez még a mai intézmény jogelődjében, ugye a régi családsegítőben, a régi Eneiné dr. Vigblanka féle csapatnak a fejében született meg ez a gondolat, akkor nem gondoltuk, hogy ezzel hagyományt teremtünk, egy olyat, ami lassan túlél negyed évszázadot, és tényleg én azt gondolom, hogy hozzájárul a városnak a hagyományaihoz. Nagyon szerettük volna, hogyha azok a gyerekek, akik esetleg hátrányos megkülönböztetéssel találkoznak, ők maguk sem hiszik el, hogy valamiben tehetségesek, ezek a gyerekek egyrészt megmutathatják magukat, kipróbálhatják magukat valamiben, amiben a tehetségüket meg tudják mutatni. Nagyon sokat jelent azt gondolom a társadalmi elfogadottságban, sokat jelent abban, hogy ők saját maguk ismerjék a saját kultúrájukat. Azt gondolom, hogy nem annyira nagyon élesen válik el egyébként magyar és cigány kultúra, hanem inkább nagyon szorosan összefonódik. Vannak természetesen jellegzetességek képzőművészetben, zenében, előadó művészetben, de olyan mértékben a magyar kultúrának részévé vált a cigány kultúra, a roma kultúra, hogy ez mindenképpen egy hatalmas értéket jelent a társadalom számára, és ezt meg kell mutatni. A mai napról beszéljünk kicsit, hány gyerkőc érkezik, illetve ugye ezeket megelőzte egy elődöntő. Így van, megelőzte elődöntő minden településen. A járás minden településére küldtünk fölhívást. Egyébként ismerik az iskolák, és ismerik már a gyerekek, és nagyon várni is szokták, hogy mikor lesz már a roma mesemondó verseny. Ott az elődöntők lezajlottak, sok gyermek vett ezen részt egyébként, és itt a mai napon, ha jól tudom, 31 gyermek lesz az, aki összeméri az erejét. Ebben vannak óvodás gyermekek, alsósok, felsősök. Nyilván ez három külön kategóriát fog jelenteni, de mindegyik korosztályban díjazzuk az első, második, harmadik helyezetteket, illetve lesz külön díj is, talán több is. Köszöntelek benneteket, legyetek üdvözölve. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttetek, megjelentetek ezen a mai rendezvényen. Külön köszönöm vendégeinknek, hivatalos meghívott vendégeinknek, és hát akiknek elsősorban meg kell köszönnöm, a gyerekeknek, akik rendületlenül immár nem ugyanazok a gyermekek, mert hogy felnőttek ugye az első generáció tagjai már régen, de a gyermekeknek, akik évről évre lelkesen jelentkeznek erre a versenyre. Köszönet a felkészítő tanároknak, és köszönet mindenki másnak, a szülőknek, akik biztosan nagyon sokat segítettek, hogy fel tudjatok készülni erre a mai versenyre. 24 év, rettenetesen sok idő. Amikor 24 évvel ezelőtt ennek a versenynek a gondolata megszületett, akkor mi még nem gondoltuk azt, hogy negyed évszázadot is ünnepelhetünk lassan. A város életében egy olyan hagyománnyá vált rendezvényi, ami nagyon-nagyon sok értéket ad. Van egy szuper képességetek, tudtok róla, gyerekek, egyébként? Ez a szuper képesség ez az, hogy magyarként, magyarországi cigányként olyan fantasztikus mesevilágot tudtok nekünk ide varázsolni ezeken a Csenki Sándor Roma mesemondó versenyeken, ami nagyon-nagyon különlegessé tesz benneteket. Minden megvan bennetek, ami megvan azokban a gyerekekben, akik nem cigány gyermekek, de van bennetek még egy plusz. A szenvedély, a színek, ami mindenfajta roma művészetben, cigány művészeti ágban megjelenik, a festészetben, a zeneművészetben, a képzőművészet bármely ágában, és az előadó művészetben is. Szeretnénk, hogyha megmutatnátok nekünk azt a tüzet, azt a szenvedélyességet, az érzelmek átélésének azt a fajta képességét, ami nektek megadatott, a gyökereitek, a kultúrátok, az érzelemvilágotokon keresztül, és elvarázsolnátok bennünket, mert ez az egyik legnagyobb dolog, hogy mi itt ülünk, hátradőlünk, élvezettel hallgatjuk a meséket, és ti elvarázsoltok bennünket. A rendezvényt Vadász Ferenc polgármester, a társulási tanács elnöke nyitotta meg, aki elismerően beszélt a gyerekek szorgalmáról és bátorságáról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves gyerekek, nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Püspökladány város önkormányzata nevében, és a társulási tanács elnökeként is. Hát tényleg hatalmas dolog, hogy 24. alkalommal kerül megrendezésre ez a verseny. Le a kalappal,
gyerekek előttetek, és a felkészítők előtt is. Hatalmas munka ez, és két dolgot minimum ki szeretnék emelni. Egyik a szorgalom, amivel ti kiálltok, és akkor készültök folyamatosan, több alkalommal is elmondjátok, tanárnénik előtt is, és a bátorság a másik. Azért nem semmi dolog, hogy kiálltok ide ennyi ember elé, és akkor felvállaljátok azt, hogy hú, most bakizni fogok, nem fogok bakizni. De ettől függetlenül én azt kérem, hogy ne izguljatok. Mindig, amikor itt vagyok, és akkor figyelmesen hallgatom a meséket, mindig rácsodálkozok erre a varázslatra. Ahogy intézményvezető asszony is elmondta, tényleg elvarázsoltok bennünket. És legyen ez így a későbbiekben. Bízom benne, hogy tényleg a negyedszázados ünnepséget és rendezvényt jövőre megünnepelhetjük itt. Addig is sok gyakorlást kívánok nektek. A verseny megkezdése előtt Perei Andrea roma nyelven előadott két dalal örvendeztette meg a közönséget. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Durabe shes, peto di kav, mutsele vorbe sokam afte penav, ale darav, so shai penis, ke to man shichi kamis, kanatu san. Pashama, buti valisam ke dikis peman, ale darav, so shai penis, ke to man shichi kamis. Ay muro y lo señor, tai roben landeman, que ya la chica mil man, sarbe la cama, que roba y de ya quenza, pe mam de diquil, chica mil man, chica mil man. Ezt követően kezdetét vette a megmérettetés. Elsőként az óvodás korosztály lépett a zsűri elé. Élt egyszer egy szegény cigány ember. Annak volt két gyermeke, de miután a második gyermeke megszületett, a felesége meghalt. Egyszer azt mondja a szegény cigány ember a lányának. Drága lányom, elmegyek, én hozok nektek egy másik anyukát, de olyat, aki gondoskodik rólunk, olyat hozok én nektek. El is ment.
hozott egy csúnya fekete boszorkányt. Egy hétig fürdette őket, főzött nekik, de aztán miután elegelőtt belőle, azt mondta, figyelj csak ide, én már többet nem nevelem a gyerekeidet, vidd oda, hova akarod, vagy én megyek el innen. A szegény cigány ember szerette a gyerekeit, a feleségét még jobban. Ezért a fekete boszorkány elkergette őket a háztól. Bent az erdő mélyén építettek maguknak egy kis kaibát, de azt elfelejtettem mondani, hogy a lánynak olyan ereje volt, hogyha megfésüli a haját, rózsák hullanak a hajából. Ott az erdő mélyén építettek maguknak egy kis kaibát. Ott eléldegéltek, amiután már a lány már 15 éves volt, a fiú már 12, azt mondja a lánya testvérének. Drága testvérem, elmegyek én a kóthoz, hozok neked vizet, hogy valamit főzhessek. De aztán miután odaért a kóthoz, látott egy szép fiút, aki ott ült egy fehér lovon. Oda ment a lányhoz. Adsz nekem a korsódból vizet? Persze, hogy adok neked. Mondd csak, honnan van neked ilyen szép hajad? A hajam nem csak szép, de mikor megfésülöm, még szebb. Na, mutat csak. Meg is mutatta. Látta, hogy piros és sárga virágok hullanak a hajából. Azonnal beleszeretett, és azt mondja a lánynak. Hozzám jössz a feleségül? Én hozzád mennék, de nekem van egy testvérem, akit nem hagyhatok itt egyedül az erdőbe. Nem baj, majd mi megoldjuk, magunkkal visszük. Gyere, ülj fel ide a hátam mögé. Egy kis nyuszi ült az erdő szélén, haj, énekelgetett, így csináltam. Pam, 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 param, pam, pam. És a körmeit tisztogatta. Arrébb a róka kérdezte a nyuszitól. Nyuszika, nem félsz tőlem? Miért féljek tőled? Jön a medve és bum. A róka elszaladt. A nyuszika tovább énekelgetett és tovább pocogatta a körmét. Pam, 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 pam. Arrébb a farkas kérdezte a nyuszitól. Nyuszika, nem félsz tőlem? Miért féljek tőled? Jön a medve és bum! A farkas elszaladt. A nyuszika tovább énekelgetett és tovább pocolgatta a körmét. Pam, 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 param, pam, pam. Arrébb a medve. Brumma, brumma, mit csinálsz, nyuszika? Papapapapszomak a körmét is. Bocsánat, beszélek. Itt a vége, fuss el véle. Az óvodások szereplése után Mező Gyula, a Hajdú-Bihar vármegyei cigány területi nemzetiségi önkormányzat elnöke meglepetés ajándékkal kedveskedett a gyerekeknek és felkészítő pedagógusoknak. Ez a kicsi gyerekek már maga az egy dolog, hogy kimernek ide jönni. Az, hogy még mesét is mondanak, meg még ezt jól is mondják el, ez teljesen hab a tortára. A gyerekeknek mindenképpen a legnagyobb köszönet őket életi, hogy ezt megteszik, és képzeljétek el, hogy jöttem ma reggel, a 42-es szélén megállított egy télapó. És kérdezte tőlem, hogy hova megyek. Mondom, megyek Püspöklarányba egy mesemondó versenyre, ahol a cigány nemzetiségi gyerekeknek a mesemondó döntője lesz. És akkor mondja nekem, hogy húha! Hát ez nagyon nagyszerű és nagyon nagy dolog, hát ezt nem hagyhatjuk díjazás nélkül, úgyhogy ez a télapa úgy döntött, hogy megelőlegezi nektek a karácsony csomagot, de ez nem az a csomag, ezt csak azért kapjátok, amely ilyen bátrak vagytok és okosok, és elmondtátok ezt a mesét mindannyiunknak. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, és köszönöm mindannyiunknak, hogy meghívtak, és köszönöm szépen, hogy itt lehettem. So strong, so fast.
A zsűriben helyet foglaló Mennyhért Attila, az Országos Roma Önkormányzat képviselője arra kérte a gyerekeket, hogy közösen énekeljék el a cigány himnuszt. Majd a képviselő egy kis előadást tartott a cigányok identitásáról, mely nagyon fontos szerepet tölt be életük során. Azt szokták mondani, hogy az embert nem a származása, hanem mi határoz meg, a kultúrája. És hát a cigányoknak nagyon, az életében nagyon fontos szerepet tölt be a mese. Már születésünktől kezdve egészen halálunkig elkísér minket ez, és tudjuk nagyon jól, hogy a cigányok, akár hogyha a vándorlás sorát nézzük, folyamatosan egyben voltak, kompániákról beszélünk, ahol este a tábortűznél leültek, és valós történeteket adtak elő, és ugye ezek a mesék nem írásos dokumentumok voltak, hanem szájról szájra terjedtek. Megörökölték a apáktól, nagyapáktól, sokszor kis színesítve, mindenféle motivumokat belerakva, és hát ugye ezt mi is megörököltük tőlük. Ezért vagyunk nagyon büszkék a mi kultúránkra. A cigányságra, mint egységes etnikumra ezt nem lehet így kivetíteni, mert hogy tudjuk, Magyarországon élő cigányok három nagy csoportja létezik, a rumungrók, a beások és a zolát cigányok. Mindegyik csoportnak más a mesevilága. Ugye a zolát cigányok főként cigányul tartják ezeket a meséket. Téli estéken összejöttek, vagy akár a hosszú nyári éjszakákon hallgatták a meséket, és hát a más a rumungrók mesevilága is. Ugye ők főleg a zenész cigányok alkotják, és ott teljesen más a mondandójuk. Nemrég beszéltem egy idős nénivel, és képzeljétek el, mondott nekem egy mesét, és akkor mindig közben ezt berakta a mese közben, hogy az egész családom halva legyen, ha nem így van. Ugye, hogyha ezt meghallják a cigányok, akkor tudják, hogy ez valóban így történt. És hát ezek a mesék főleg a túlvilági dolgokról szólnak, mert hogy mi azért nagyon istenfélők vagyunk, meg félünk a szellemektől is,
és különböző módon tartják meg ezeket a előadásaikat. Úgyhogy szerintem mindenkinek van kedvenc meséje. A következő előadásokban is biztos lesz olyan, amit majd ismerünk, de a cigányoknál az jellemző, hogy mindig a jelenkori dolgokról, főleg a jelenkori dolgokról mesélnek, és hát az elmúlt időszaknak a tevékenységeiről. Megtárgyalják, hogy történt, ki volt a hibás, hogy lehetett volna másképp. És ugye még az nagyon fontos, hogy a mesemondó bevonja a közönséget. Bármikor bele lehet szólni. Hogyha nem tetszik, akkor leállítják. Akkor azt mondják, hogy ó, jöjjön egy másik mesemondó, mert ez unalmas. De általában a meséket a cigányoknál a férfiak mondják, mert hogy ők hitelesebbek. No, hát nagyjából ennyi, és a gyerekeknek kívánok sok sikert, az elkövetkezendő időre pedig önöknek jó szórakozás, nektek jó szórakozás. Köszönöm szépen. Ezt követően az alsó, majd a felső tagozatos diákok adták elő meséiket. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt, mint szitán a lyuk. Bizony sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában a fejszét a vállára tette, s elindult, hogy agyonüsse az Istent, amért annyi gyereket adott neki, ennivalót pedig nem adott az ártatlanoknak. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Ráköszön illendőképpen. Szerencsés jó napot, kedves öregapám! Adjon Isten neked is, hová megy, te szegény ember? Hová megyek? Megyek az Isten agyonütni, amért annyi gyereket adott, hogy nem tudok velük mit kezdeni. Ne menj sehová, te szegény ember. Adok neked egy tarisznyát. Csak annyit mondj, hogy utcu, add ki a magadét, meglásd, jó lesz. Fogta a tarisznyát, megköszönte az öreg koldus jóságát, s elindult hazafelé. Útközben egy kúthoz ért, letelepedett megpihenni. Gondolta magában, kipróbálom a tarisznyát. Utcu édes tarisznyám, add ki a magadét! Hát csodák csodája, annyi enni és innivaló termett a kútnál, hogy azt sem tudta, melyikhez fogjon előbb. Mikor jól lakott, a maradékot betette a tarisznyába, s elindult hazafelé. Mikor hazért, azt mondja a feleségének. Hallod, asszony, annyi a gyermekünk, hogy nem fér el a szobában. Ő levélük kint az udvaron karéban, a többit bízd rám. Mikor már ott ült az egész család, így szólt a cigányember. Utcu édes tarisznyám, add ki a magadét! A tarisznya jól kitálalt nekik, ettek ittak torkig. A szegény emberek nagyon boldogak voltak. Egy napon azt mondja a feleségének. Menj el a királyhoz, hívd el ebédre, ha már úgy érezzük, mindenünk megvan, hisz ő is komám az egyik gyerek után. Egyszer volt egy szegény cigány, annak annyi gyereke volt, hogy már önmaga sem tudta. Úgy tartotta fenn a gyerekei szegény, hogy járt az erdőbe, fát csinálgatott, eladogatott belőle, meg haza is vitt, melegedni, főzni. Egyszer egy nap nagyon sokat dolgozott és elfáradt. Éhes is volt, de nem akarta abba anyja a munkát. Volt egy kisnyire, így gondolta magában, majd megeszem, ha végeztem a favágással. Ezzel letette egy nagyobb fára. Hát, hogy nekiállt a munkának, egy ördög jött fel a pokolból, és megette a szegény cigány utolsó kenyerét. Azután visszament a pokolba dicsekedni, hogy mit csinált. Meghallott ezt az ördögök fejedelme az apjuk, és ráförmett az ördögre. Nem szégyelled magad, mit csináltál? Elloptad a szegény cigány utolsó kenyerét. Kitagadlak, addig nem jöhetsz vissza, amíg le nem szolgáltál, amit vétkeztél a szegény cigánnyal. Erre az ördög nagyon elszégyelte magát, és visszament a földre. A szegény cigány éppen nagyon megéhezett, és kereste a kenyerét. Mikor megjelent az ördög emberi alakban, légy üdvözölve! Mit csinálsz te itten? Hát látod, ha van szemed. Fát vágtam most, elfáradtam, éles is vagyok, valaki ellopta a kenyeremet. Mit tehetek mást, most elmegyek haza.
Te szegény ember, nem fogadnál fel engem szolgálnak? Kérdezte az ördög. Még magamnak sincs, akkor hogyan adjak neked enni? A cigányasszony és az ördög. Értetszel valamikor régen, amikor még csak a cigányok tudtak sírni, egy tündökletesen szép asszony, akinek 13 gyereke volt. Úgy hívták, hogy Vunida. Olyan szegények voltak, hogy reggeltől estig csak aludtak, hogy ne kínozza a gyomrukat az éhség. Vunida szívét betegre marcangolta a bánat, ha csonsovány fiaira nézett. Mit tegyek, sikoltozta. Egy reggel felvette egyetlen jó ruháját, hogy elmegy szerencsét próbálni, kenyeret koldulni a fényes paloták előtt. Meghagyta a gyerekeinek, hogy a kunyhóba senkit ne engedjenek be. Aztán elindult. Ahogy megy mendegél, meglátta őt az ördög, aki azon nyomban beleszeretett az asszonyba. Meg is szólította rögtön. Vunida, te! Légy a feleségem! Lesz szép ruhád, teli kamrád, apró termetű fekete lovacskád. Nem kell koldulnod, szép Vunida. Az asszony ma a szörnyet hart, hogy meglátta a szőrös testű szarvait, bakargató ördögöt. Hányta is magára a keresztet, de hiába. A mesemondók után a zsűri visszavonult, hogy a kapott pontszámok alapján összegezze a gyerekek teljesítményét, és meghozzák döntésüket. A Roma mesemondó verseny ez alkalommal is méltó módon járult hozzá a fiatalon elhunyt Csenki Sándor emlékéhez, munkásságának megőrzéséhez, a cigány kultúra megismeréséhez, továbbadásához.